A korrupciós botránnyal érintett Cseh Katalin is tagja lesz annak az uniós delegációnak, ami a korrupciót hivatott vizsgálni Magyarországon. A Momentum EP képviselője tagadja a vádakat, az ügy kapcsán azonban más gyanúsítás is történt. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntettével gyanúsítanak egy férfit. Dajs Tamás, a Fidesz EP képviselője szerint Cseh Katalinnal inkább saját cégéhez kellene elkísérnie a vizsgálóbizottságot. A politikus, akiről szó van, 4,5 milliárd forintnyi EU támogatást vett fel saját és haveri cégeink keresztül. Ja, és 300 millió forintnyi állami közbeszerzést is el tudtak hozni. 2021-ben rántotta le a leplet Cseh Katalinról Anonymous. Az állarcos alak szerint a Momentumos politikus családi cégének és az azzal összejátszó vállalkozásoknak gyanús körülmények között akár több milliárd forint uniós pénz juthatott. Összekívánnak engem és személyemet mosni olyan vállalkozásokkal, amelyek személyemtől teljesen függetlenek. Semmilyen valótlanság nem igaz azok közül, amit állítanak. A Momentum európai parlamenti képviselője azonban tagadta a vádakat. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntettével gyanúsítja. Csak hogy kiderült, már gyanúsítás is történt az ügyben. A nyomozóhatóság egy a Cseh Katalinék botrányában meggyanúsított személy érdekeltségeinél milliárdos értéket meghaladó vagyont foglalt le. A férfit milliárdos adócsalással gyanúsítják. További garanciákra van szükség, hogy a pénzek valóban azokhoz kerüljenek, akiknek szánják. A korrupciós botránnyal összehozott, de az ellen Brüsszelben harcoló Cseh Katalin jövő hét első felében Magyarországra látogat, az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságával. A látogatás célja pedig, hogy rossz színben tüntessék fel a magyar kormányt, állítja Deutsch Tamás. És ez a Cseh Katalin, aki ilyen súlyos korrupciós ügyben érintett, eljön Magyarországra, és van hozzáérkezése, hogy a korrupciót vizslassa. Szerintem miért nem viszi el ezt a céget, vagy ezt a küldöttséget a saját családi cégéhez? Mert ott aztán találhatnának korrupciót, tehát ott aztán meg lehetne mutatni, hogy egyébként Magyarországon a hatóságok még oly szigorú eljárása mellett is, hát ilyen súlyos visszaélések történhettek. Ki kell vizsgálni azokat az eseteket, ahol jogállásség, korrupció gyanúja fölmerül. Még akkor is, ha a gyanúba keveredett cégek egy baloldali EP képviselő családjának érdekeltségébe tartoznak, reagált az ügyre Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a Momentum korrupció ellenes harca is hiteltelenné vált. Momentum abban a helyzetben szerintem azért hát adhatunk a fejebalónak, még nem volt, hogy közpénzt kezeljen, de így is korrupciós ügyek, külföldi pártfinanszírozási botrányok lengik körül őket. Ebből mindenki levonhatja azt a következtetést, hogy mennyire hiteles az ő korrupciós harcuk. A kormánynak nincs, a hatóságoknak viszont most van feladata a korrupció gyanús ügyben, jegyezte meg a tárcavezető.